Ünnepelt a Peac labdarúgó család. A szokásos nyárvégi összejövetel azonban most azért volt különleges, mert 31 év után újra feljutott a felnőtt gárda az MB3-ba. A programon részt vettek olyanok is, akik tagjai voltak az 1991-ben megyebajnok csapatnak. Délelőtt az U16-os korosztály játszott edzőmérkőzést, délután pedig az öreg fiúk csapatának tagjai mutatták be labdarúgó tudásukat. Körbe kell nézni most itt a stadionnál, és én azt hiszem, hogy már önmagában az, hogy az idősebbek évről évre visszajárnak, és irányítják, terelgetik a fiatalokat, ez már önmagában azt mutatja, hogy egy családként funkcionál az egyesületünk, és én azt gondolom, hogy ezt az érzést tudjuk továbbadni a fiataloknak is, majd egyszer ők is öregek lesznek, akkor ők is tovább tudják adni ezt a hagyományteremtést. A fiataloktól az idősekig mindenki talált magának programot a Peac napon. A rendezvénysátor alatt nem csak ebéddel várták a résztvevőket a szervezők, hanem a fiatal labdarúgók elmesélhették a nyár eseményeit, tájékozódhattak az edzőktől, vezetőktől a következő szezon programjairól. Van egy ilyen mondás, hogy mindenki pécsi akar lenni, hála Istennek most mindenki peacos szeretne lenni, mert három csapatunk is van, mert vannak olyan fiatalok, akik még nem kerülnek esetlegesen oda megyejthez, vagy az MB3-hoz, de nagyon számítunk rájuk, mert egyetemisták tanulnak, nekik most megalapítottuk a Peac 3-at, és ott az öregekkel együtt próbáljuk őket segíteni, és most visszagondolunk a régi történésekre, az évtizedekkel ezelőttiekre. A délutáni öreg fiúk meccs után a felnőtt megye 1-es gárda kezdte meg bajnoki szereplését a Villány ellen.